Ismét készítettem egy alapot az okni elkészítéséhez. 20-20 számban mindegyiktől. Ez az okni eleje, ez pedig a hátulja, itt fogom elkészíteni a sarokrészt, és úgy osztottam be a szemeket, hogy 7-7 a két felén, és itt középen pedig 6 szemet hagytam. És egy kontrasztos színű fonallal fogom elkészíteni a sarokrészt, ami most egy barna színű fonal lesz. Ezt nem vágom el, ezt hagyom itt, majd a végén szükségünk lesz rá. Fogom a fonalat, és sima szemeket kötve haladok a vége felé, az utolsó szemig kötök. Itt az utolsó szem, és most anélkül, hogy lekötném ezt, itt felemelem az alatta lévő szemnek a jobb oldalát, a jobb lábát, felteszem a bal tőre, és lekötöm simán, tehát csak ezt a felemelt szálat, majd visszateszem a bal tőre, és ezen most itt lesz az eredeti színünk, és az új színnel is lekötött szemünk, fordulok, és fordított szemekkel jövök vissza itt a másik oldalon, egészen az utolsó szemig. Itt az utolsó szám, ugye itt kezdtük az új fonalunkkal, és most itt is készítek egy árnyék szemet, mégpedig úgy, hogy ezt átteszem a jobb tőre, majd felemelem ezt a szálat, ugye itt is az alatta lévőnek a jobb lábát emelem fel, és ezt itt megfogom, és kötök ebbe, tehát csak ebbe egy fordított szemet. Majd ezt, amit most kötöttem, és az eredeti szemet, ugye ez az árnyék, mondhatjuk, hogy ez az árnyék szem, ez pedig az eredeti szem, átteszem a bal tőre, és fordulok. Most már mind a két oldalon elkészítettünk egy-egy árnyék szemet, tehát van egy-egy forduló szemünk oldalanként. Kötök tovább itt az elején. A dupla szemünk előtti szemig. Ami ez lesz, ugye itt a duplánk, hogy is készült, felemelem ezt a lábat, ráteszem erre a tűre addig, amíg kötök egy simát, csak ebbe, majd átemelem a bal tűre, és megfordulok. Ezen az oldalon kész a második fordulószem is, és megyek tovább a fordított oldalon, a dupla szemünk előtti kötök. Itt is vagyok, ez volt a dupla, ez az előtte lévő szem. Ugye átteszem ezt a jobb tőre, és felemelem ezt a szálat, tehát az alatta lévő szemnek. Ha előről nézzük, akkor a jobb lábát, ha innen, akkor a bal lábát. Kötök egy fordítottat ebbe, majd ezt a szemet is, és ezt a szemet is, amik így együtt állnak, átemelem a bal tőre, és fordulok.
és mind a két oldalon két-két fordulószemünk van. És most haladok tovább megint, és egészen addig fogom készíteni ezt az oda-vissza kötést, amíg már csak ez az egy marad szabadon. Elkészítem az utolsót is ezen az oldalon, átemelem, ezt a szálat felrakom, kötök egy fordítottat, visszateszem, és fordulok. És ugye most már mindkét oldalon az összes fordulószemünk elkészült, mindkét oldalon 7-7. És most ezeket a szemeket nem fogjuk úgy lekötni, mint például a bumeráng öltésnél, hogy itt most végigkötnénk, és ugye volt ez a bizonyos két sor, amikor belekötöttünk az elejébe is, ami, hogyha így kontrasztszínű fonallal dolgozunk, akkor hát nem néz ki nagyon szépen. És igazából ez az, amiért nekem ez az árnyék csomagolás, ez jobban tetszik, ugyanis itt így haladunk, úgy haladunk tovább. Jelölőt azt ledobom, mert arra már nem lesz szükség. Tehát ezt az első, a jelölő utáni két szemet, szálat, azt simán lekötöm. A következő kettő mellé pedig még készítek egy újabb árnyék szemet, ugyanúgy, ahogy korábban, ezt a szálat felhúzom, kötök egy simát, ide teszem emellé a kettő mellé, itt most már három van, tehát egy tripla, és fordulok. És most sorról sorra növeljük itt a kötött szemek számát, megyünk a másik oldalra. Itt is eltüntetem a jelölőt. Ezt a duplát, az elsőt, a jelölő utáni elsőt, azt lekötöm fordítottan. A következőnél, a duplánál pedig készítek még egy árnyékszemet. Ugye ezt felteszem. Felhúzom ezt a szálat, lekötöm fordítottan, majd ezt a hármat visszateszem a bal tűre, és fordulok. Kötök a hármasig, és ugye most már mindkét oldalon, két-két szemmel kijebb vagyunk, mint korábban. Itt a három szemünk. Előről beszúrva mind a hármat együtt lekötöm. A következőből, kettőből hármat készítek, felhúzom ezt a szálat, lekötöm simán, ugyanúgy, tehát csak ezt, mindig csak a felhúzott szálat kötöm, visszateszem, három egymás mellett, és fordulok. Megyek a fordított oldalon. Még egy, és itt a tripla, lekötöm fordítottan a hármat együtt, majd megyek a duplára, a következő duplára, felhúzom ezt a szálat, lekötöm fordítottan, és most itt is három szem van egymás mellett,
átemelem, és fordulok. Ugye itt a három szál, ezek egy kicsit jobban összecsúsznak, tehát ezek még a kettesek, ez a hármas, és ugyanúgy a másik oldalon, és ugye elkezdett kialakulni itt az oldala, a sarok rész, és akkor folytassuk egészen addig ezt az oda-visszakötést, amíg mindkét oldalon egy-egy hármas szemünk lesz, illetve itt majd előbb vissza fogok jönni, és akkor mutatom, hogy az utolsó hármast hogy is kell készíteni. Itt vagyok az utolsó előttinél, ugye ez egy hármas, egy tripla szem, ezt fordítottan lekötöm, és ez pedig az utolsó, itt elkészítem az utolsó fordítottat, visszacsúsztatom erre a tűre, fordulok, és ugye most tartok ott, hogy mind a két oldalán egy-egy tripla van. És akkor itt elvághatom a fonalat, ezt itt bele gyömöszölöm addig, és kezdhetjük az eredeti fonallal a kötést. Ugye ez itt marad ezen a tűn, hiszen ezt most még nem kötjük le, majd csak a következő körben. Viszont ezeket a szemeket szépen sorban simaként kötöm, persze. És ugye itt a bumeránggal ellentétben, a bumeráng sarokkal ellentétben csak a végén kötünk bele az első oldalba. Itt ez a hármas. Simán. És megyek az elejére. És itt, hogyha mintás az okni, akkor itt már lehet kötni a mintát. Fordulok. Hát itt majd a szemeket, azt meg kell egy kicsit igazgatni, de ugye ezek sincsenek még itt meg szorítva és eldolgozva. Az a lényeg, hogy itt ennek az oldalnak a tripla szemét is lekötöm. Ugye ezt fordítottan szoktuk kötni, de mivel most már körbe kötök, ezért természetesen ez is sima lesz, és aztán haladok itt a második körrel. És most van kész a sarok rész, hát azt hiszem, itt össze is húzom, és így fogom megmutatni. És egy ilyen, szerintem nagyon szép mintát kapunk. És nem kell tőle megijedni, mert annak ellenére, hogy ugye itt három szemet szedegettünk le, igazából ez inkább megerősítette ezt a sarokrészt, és nem lehet érezni, ugye ez egy elég vastag vonal, de biztos, hogy nem fogja nyomni a sarkunkat ez a belül lévő három egyben lévő szál, és ahogy látjátok, belül is nagyon szép, tehát akár még kifordítva is lehet ezt hordani.